Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral készített interjúnk második részét láthatják most. Mikor lehet azt mondani, hogy egy diaszporában élő magyar közösséggel a kapcsolat gyümölcsöző és sikeres? Hát nekünk elsősorban az a fontos, és itt nem a kormányt mondom, hanem egyáltalán Magyarországot és a magyar nemzetet, hogyha vannak olyan közösségek, ezek lehetnek magyar egyházi közösségek, lehetnek kulturális szervezetek, önképzőkörök, különböző civil szervezetek. Egy a lényeg, hogy olyan közösségi szervezetek vannak, akik megmaradnak, illetve a magyar identitást viszik tovább. És ezekkel, hogy élő kapcsolatunk, hát nyilván minél messzebb vannak Magyarországtól, annál kevésbé lehet ez mondjuk egy napi kapcsolat, de szerintem a személyes jelenlét sohasem megkerülhető, és sohasem helyettesíthető a tévével, rádióval, írott sajtóval, vagy az internettel. Tehát szerintem elsősorban ezt jelenti. Több olyan program beindult az elmúlt időszakban, ami a kapcsolattartást segíteni tudja. Ilyen például a 12-ben beindult Reconnect Hungary. Ennek a lényege az, hogy magyar fiatalok tengeren túlról egy kéthetes képzésre, nyaralásra jönnek el Magyarországra, és itt a magyar nyelvet, a magyar kultúrát tanulják, újra tanulják, megismerkednek vele, nyilván két hét alatt egyetemi tanulmányokat nem tudnak lefolytatni, de azért kapnak egy alapvető benyomást, egy képet Magyarországról, és itt egyébként egy-egy határon túli régióról is. Éppen tegnap találkoztam ilyen fiatalokkal, akik Kanadából, illetve az USA-ból jöttek most vissza Magyarországra, hogyha jól tudom, szerdán érkeztek, két hétig vannak itt 15-en, akik vagy nem beszélnek már magyarul, vagy nehézkesen beszélnek, és ezért inkább nem is mernek nagyon megszólalni, de közösségben vannak, magyar közösségben vannak, egyrészt egymást sem ismerik, itt alakulnak közösségi, másrészt pedig magyar fiatalokkal találkoznak, magyar tanárokkal, Szabadkára mennek egy kirándulásra például, és így szembesülnek azzal, hogy még odahaza ők esetleg csak a családban beszéltek, vagy közvetlen ismerőseikkel magyarul, addig itt, hogyha leszállnak a repülőről, vagy kilépnek a repülőtérre, onnantól kezdve mindenki több millióan magyarul beszélnek, és ez számunkra egy óriási élmény. Azt is elmondtam, hogy lehet, hogy nem csak azért, mert a magyarságukban megerősíti őket ez a két hét, hanem lehet, hogy ez arra is jó, hogy észreveszik azt, hogy a magyar kultúra, vagy a magyar nyelv valamilyen fokon való ismerete, vagy egyáltalán az, hogy ők magyarok, ez előnyt jelenthet mondjuk a munkaerőpiacon különböző módon. Lehet, hogy lesz egy olyan vállalatvezető, vagy egy vállalkozó, aki őket azért fogja választani, mert magyar. Vagy legalábbis ismer egy másik kultúrát. Így van, ismer, és tud, így van. Többet tud, mint aki. Így van, és kértem is őket arra, hogyha esetleg olyan helyzetbe, pozícióba kerülnek majd az életük során valamikor, vezetők lesznek gazdasági cégekben, vagy az államigazgatás bármely területén, sose feledjék el azt, hogy ők magyarok, és lehetőleg a magyarok felé is figyeljenek oda, próbáljanak meg magyarokat is alkalmazni, ugyanúgy Magyarország felé is a kapcsolatrendszert mindig tartsák ébren. Ez nem feltétlenül szükséges egyébként a magyar nyelvnek az ismerete. Tokaj étterembe látogatva több mint 50 magyar bor és 20 féle magyar pálinka közül válogathat. Megnyílt a kerthelység is, mely idillikus környezetben virágokkal övezve kínálja a kikapcsolódás nagyszerű lehetőségét. Az étterem magyaros ételkínálatából mutatunk be ízelítőnek pár ételt. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a Tokaji étteremben.
Három évvel ezelőtt hunyt el Kosaras Vilmos, ahogy mindenki ismerte Pufi, a Magyar Képek producere. Most rá emlékezünk. Egy ilyen évforduló alkalmas arra, hogy az ember számadást csinál, hogy na mit végeztem, mit sikerült megvalósítani abból, amit megálmodtam, mi az, ami kimaradt, és persze, hogy hogyan tovább. Nekem nagyon nehéz volt, mert először is nem 56-ba jöttem el, hanem 73-ba. Tehát készülni kellett arra, hogy elmegyek. Az 56-osoknak nem, alkalom volt. Nekem hosszú évek vívódása volt, hogy elmegyek, maradok. És a másik nagyon nagy problémám az volt, hogy én színész voltam. Abból éltem, hogy beszélek. És tudtam, hogy amikor Egyesalmon túlmegy velem a vonat, akkor ezzel le kell számolni. Ezért is volt fantasztikus, hogy amikor megérkeztem Montrealba, azt láttam, hogy a torontói művészszínház az Erzsébet királynő című operettet mutatja be március nem tudom hanyadikán. Ha hiszed, hanem abban a pillanatban tudtam, hogy ha nekem adják Montrealba a legszebb utcát, én akkor is Torontóba fogok menni, mert amiről lemondtam Hegyeshalomba, az most valami elérhető közelségbe került, még akkor is, hogyha csak hobbi szinten. Ha jó kedvem támad én is, jól bepityizálom, de bármennyit igyom is, észnél vagyok magam is, nem szököm meg a szem elől, és mielőtt elmegyek, odaintem önmagamat, Miska fizetek. Mivel a színház a te szerelmed, a legnagyobb szerelmed, én úgy gondolom, térjünk vissza egy kicsit a színházi élethez. Először színészként kezdted, majd, ha jól tudom, akkor saját társulatot is alapítottál későbbiekben. A színház egy társas játék.
Én lehetek jópofa, kedves, aranyos, de ha nincs a csapatom, akkor ez a dolog nem dolgozik. Tehát én pontosan tudtam, hogy a gyerekeim, akik jönnek velem ezen az úton, amelyik tulajdonképpen egy misszió, azok mindent megérdemelnek, és én megpróbálom megteremteni azokat a lehetőségeket, hogy itt az emberek jól is érezzék magukat. Magyarországon minden évben van a Határon túli Magyar Színházak Fesztiválja, Kisvárdán. 90-ben meghívtak bennünk, és mi elmentünk a fesztiválra. Nagy gondom volt, hogy mit játszunk. És mert ugye az én színházam annyiban különbözött a Kertész Színházától, hogy a Kertész helyi emberekkel játszott. Főleg a végén már. Én viszont tudtam, hogy a helyi csapatomból nagyok a lukak, nincsenek meg azok az egyéniségek, amire a színház fölépülhet. Tehát én a társulatra mindig hoztam, vagy társulathoz hazai művészeket. Tehát játszottuk a nagymamát, akkor a Német Marika volt Magyarországról a nagymama, a Marik Péter, a férje, az volt az őrnagy, tehát mindig a Csárdás királynőt játszottuk, akkor ugyanaz volt a Bon Viván és a Primadonna nálam, mint Pesten. Tehát ez hallatlanul sokat segített, és húzta föl a színházat maga. Nagyon-nagyon jól. Végül is Kisvárdára kiválasztottam a Pillantás a Hídról című darabot, mert az az emigránsokról szól. Mindegy, hogy nem magyar emigráns, olasz emigránsok, de emigránsokról szól. Azzal mentünk haza. Na most ez egy színház történelmi esemény, mert még olyan soha nem volt, hogy Amerikából egy magyar anyanyelvű színház Magyarországon, Erdélyben és Felvidéken vendégszerepel. Volt 9 előadásunk, Pestet kivéve mindenhol zsúfolva voltunk, a József Attilában voltak kb. 300-an, és fantasztikus sikerünk volt. Szóval nem tudom neked elmondani, milyen érzés volt az, hogy Kolozsváron 870 ember 10 percig állva tapsolt. És mi álltunk és sírtunk. Ennyi volt a dolgunk, mert más nem lehetett ebben a helyzetben csinálni. Nekem pedig egy külön ajándék volt, hogy az első 2 előadásom egy keddi napon, délután 3-kor és este 7-kor zsúfolva volt Zalaegerszegen, ahonnan származom. Mit csináltál otthon? Hát én Rózsegyi Színi Akadémiát végeztem 1962-ben, és akkor lekerültem a Győri Kisfaludi Színházba, ott voltam 3 évig, és utána visszakerültem Pestre a Kamara Varietébe, ami egy politikai kabaré volt. Fantasztikus találkozások voltak ezek. Hát olyan színészekkel kerültem egy színpadra, akiktől pár évvel korábban még autogramot kérhettem csak. Szóval döbbenetes volt, hogy az egész élmezőny, tehát benne a Kabos, az Alfonso, a Rodolfo, a Horváth Tivadar, a Lorán Lenke, hát szóval a krémje minden a kabarénak, mindenki, aki ott megfordult, és nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon büszke, de nagyon izgatott a televízió, mint műfaj és mint rendezés. Nézd oda, hogy megijedt szegény fétülő babája. Pedig szerintem nagyon jó lett volna banán halna. Hát reggel még volt itt egy hal. Terész, hol van az a hal, ami reggel még itt volt? Két múlva asszisztens voltam a tévébe, szabadúszóként. Nagyon érdekes volt ez a világ. Ma nagyon jó nevű rendezők a kollégáim, akikkel együtt voltam asszisztens. Potár Péter, Molnár Gyuri, a Koltai Bea. Szóval maga valóban párba jösszni akar. Életre halára Kubanek úr. Ha csak közben nem jön valami. Úgyhogy valami. Na, én nem akarok beleavatkozni, csak én álmodtam meg az egész történetet, én láttam az életnek az a marha nagy mezeje, akkor ketten ott viaskodtak rajta, és az egyik ott maradt halva. Az egyik, megmondtam, az egyik. Igen, tehát az egyik, az maga volt. Én? Tessék? Igen, és milyen randa halott volt, megmondtam. Maga valóban engem látott ott a... Na ne jegye meg annyira, nem halta meg maga azonnal meg rögtön, csak hosszas szenvedés. Maga milyen furcsákat beszél, Kubanek úr? Maga meg milyen sápat, úgy, mint aki most jön a boltból. Milyen boltból? Sírboltból. Nem tudna elintézni valahogy elhalasztani ezt a párbajt? Hát mit képzel maga, a dorosban is sértette meg magát, és akkor lehet lemosni a maga vérével. Pont az én véremmel.
forog velem a világ. Mi töröd már maga ez a világ? Magad már várj egy más világ. Tettem meg az első lépéseket, én írtam be magát a temetkezéstől, a hentesektől ebbe a temetkezési egyletbe. Magának járni fog majd egy szép, nagy, zenés temetés, meg dalárdával, persze. Ja, tízsírhely, és magát fogják a nagy templom utca milliói kísérni utolsó útjára. Káleszín oltunk, vége poraira viselkedjen nagyon jól. Poraimra, te jó Isten! Kubalek úr, miket beszél? Még egy dolgot várjon csak Ibola, nem íze. Én adok magának, jöjjön ide. Adok magának utolsó útjára ez a virsli. És ha nem tudja mindenkinek itt, akkor amikor fölkerül a Mennyországba, csináljon egy kis reklám ennek a Kubalekféle virsli. Bessikén, elindulunk a világsiker útján. Fritz és Bessi! Tévedés, Bessi és Fritz! Bessi, Fritz! Ő is ezt mondja, de most aztán ki a gátra, mondja el neki mindent, meg majd elkapom, ha összeesik. Jaj, drága beszélj, én úgy örülök, hogy látom. Jaj, igen, csinos, igazán. Nagyon köszönöm, hogy tanította a gyereket, de a gyerek most már magától is tud csókolózni. Nem magától, önmagától. Ere, kisfiam, menjél légy szíves a mennyasszonyodhoz, már kérdezz, hogy keresik a vőlegényt. És beszélként, drága, magát még lenne egy ajánlatom. Hát most, hogy a gyerek egy kis pénzt hoz a házhoz, a legtöbb ideje volt, hogy magamat is kinősítsen. Úgyhogy gyakorlatilag, illetve engedje meg, hogy ezzel tisztelettel megkérjem az izéjét a kezdet. Beszélként, az anyám lettél! Hát ez óriási, sajnos elkésed, gróf úr. Nekem már van egy kérőm. Kérem, én egy gróf vagyok. Ő is egy gróf. De én egy Rottenberg vagyok. Ő is egy Rottenberg. Beszélj, én el akarom magát feleségül venni. De ő már el is vett feleségül. Egy Rottenberg megelőz Fricikén. Nem tudod én, ki lehet az? De papa, most kapd el! Én! Hát az úgynevezett művészeti osztályon dolgoztam, amelyiknek Horváth Ádám volt a főrendezője, és a színet nem a Banki Laci volt az osztályvezető. Mi csináltunk mindent, az összes szórakoztató részt, táncdalfesztivált, ki mit tudott. De hát azért fantasztikus, ha belegondolok, hogy amikor oda mentem a televízióba, még nem volt VCR. És az adásoknak a 70%-a élőbe ment. Úgyhogy... ma, akik bemennek a televízióba, fogalmuk sincs, hogy milyen játékszer, amit csinálunk ahhoz képest, ami akkor volt a hőskorban. De szép volt. Mi hozott Kanadába? Miért hagytad el az országot? Ez egy olyan pillanat volt az életemben, amikor generális változást akartam. Sikerült. Megtörtént. Megmondom őszintén, hogy ha akkor tudtam volna, hogy az vár rám, ami várt rám az első 5 évben, akkor nem biztos, hogy megcsináltam volna. Itt vagyok, és tulajdonképpen 65 évesen van egy teljes életem. Sok mindent csináltam. Egyetlen óriási dolog, adottság, ami bennem van, úgy érzem, imádok adni. Szeretek boldogságot szerezni az embereknek. Egy perc Magyarország című sorozatunk soron következő epizódjában beledről láthatnak rövid filmet. Egy perc Magyarország. Beled város Győr-Sopron megyében, a Kisalföld nyugati részén, a Dél-Rába közközponti települése. 1230-ban említik elsőként oklevelekben. Nevét az Osl nemzetségben előforduló Belud személynévből kapta. Település része Vica község, melynek névadója a néphit szerint az egykori úrnő Vica kisasszony. Épített örökségei a vicai barokk stílusú római katolikus templom és a temetőben álló védett piéta szobor. A helytörténeti gyűjtemény a központban álló Bartodajszki kastélyban látható. A 19. században épített műemlék a város jelképe. A város rendezvényei a Pünkösdi Fesztivál, a Riverside Bajarali verseny, a Tavaszköszöntő Fesztivál és ősszel a Libanapok. A Kisrába mellett 2 régi malomépület őrzi az egykori gazdálkodás és életmód nyomait. A kertvárosi jelleget mutató városkép zöld területei az Árpád kertnél és a kastélya szemközt található parkjai biztosítják a tiszta levegőt a városlakók számára.
A Belet határában levő horgásztavak kikapcsolódást jelentenek a természet szerelmeseinek. A Rábaköz szép természeti adottságait, kiránduló helyeit felkeresve érdemes ellátogatni a városba, megismerni látnivalóit, az itt élők vendégszeretetét. A műsorszámot támogatja a Gádoros Vendégház. Egész évben várja pihenni vágyó vendégeit Vásárosfaluban, a Fő utca 40-ben. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2768-0997. Lapjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal teletűzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Lapjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. Magyarország 1000 éve címmel nagyszabású rendezvény lesz a Kicseneri Magyar Házban augusztus 23-án és 24-én. Erről tájékoztatja most önöket Takács Katalin főszervező. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Viszontlátásra! Engedjék meg, hogy meghívjam önöket augusztus 23-24-i rendezvényünkre a Cambridge-i Kossuth Házba. Augusztus 23-án szombaton a Szent István napi ünnepségek keretében megrendezésre kerül Koltai Gábor által a Magyarország 1000 éves történetéből honfoglalástól az államalapításig. Előadást megelőzően a Kossuth Klub, a Kossuth Ház vezetősége által rendezett szentmisén és az azt követő körmeneten is részt vehet minden vendégünk, aki ellátogat hozzánk Cambridge-be, Kossuth Házba. A két napos rendezvény második napján, tehát augusztus 24-én vasárnap délután kerül bemutatásra, amit 2012-ben forgatott Koltai Gábor Kanadába, Coast to Coast. Lesz annak a filmnek, egy hétrészes dokumentumfilmnek, Kanada szeretlek címmel a bemutatója. De nem csak a filmet mutatja be Koltai Gábor akkor délután, hanem elkészített, fölvett anyagból összeállított könyvet is. Ez a kétnapos rendezvény megvalósulhatott, ezt anyagi támogatás nélkül nem tudtuk volna megrendezni. Most itt megköszönni szeretném elsősorban a magyar állam támogatását, és a Region of Waterloo, aki bennünket anyagilag is támogatott. Azon kívül vannak azok a vállalkozók, akik akár anyagilag, akár erkölcsileg támogatják ezt a kétnapos rendezvényt. Előadás, ami szombaton délután valósulhat meg, az mindenki számára ingyenes, tehát belépődíj nincs. Bárki, akit érdekel ez az előadás, bárki, aki szeretné látni a művészeket, akik Budapestről érkeznek az előadásra Koltai Gáborral, őket akkor délután ingyenesen láthatják. És este a Kossuth Házban, a nagy teremben megrendezésre kerül a Szent István bál is. Oda is várják a Magyar Ház vezetői a vendégeit. Köszönöm szépen!